Május 1-én emlékezetes keretek között adták át a művelődési ház és talán egész városunk büszkeségét, a megújult színházat. De mit ér egy színház tartalom, azaz előadások nélkül? Mire jók a kényelmes széksorok, ha üresen várják a közönséget? Ezekre a kérdésekre ad választ Tóth János igazgató úr, aki nem titkolt büszkeséggel beszélt a színi előadásokról. Igazából akkor kezdtünk el hinni a csodában, amikor megkezdődtek az építkezések. Amikor megkezdődött a bontás, és itt akkora por volt ebben a helyiségben, hogy igazából be sem mertem inni a kamerával. Hihetetlen, milyen nagy por volt. Még akkor se hittem el. Valójában akkor kezdtem hinni ebbe a fantasztikus újjászületésben, amikor az itt mellettünk lévő köveket, műköveket szépen elkezdték lepakolni, és láttam azt a gondosságot, azt a figyelmet, amivel a szakemberek ezt kezelték. Valahogy nekem úgy tűnt, hogy ők is úgy átérezték azt, hogy mit jelent ennek a városnak ez a gyönyörű szép színházterem. Azért azt ne felejtjük, amikor ez az épület megépült, amikor ezt átadták, akkor az egész fegyelem iránk kerett, és azt mondtuk, hogy még Debrecennek sincs ekkora nézőtere. Nekünk van. Sőt, azóta is van, és Főnix módjára, ha nem is Debreceni Főnix, hanem ilyen Veres Péteres módon újjászületett. Hát ha már újjászületés, akkor a színház életnek is újjá kell születni. Mert az, hogy van egy szép színházunk, van egy nyílt szép épületünk, az egy dolog. De a színház az más, az maga a csoda. A színház az mi kell? Szakemberek, színészek, egy igazi jó rendező, jó darab és közönség. Mivel várjuk a közönségünket? Az újvárosi közönséget. Azt a közönséget, akinek ez az egész megépült. Most, amikor át lett adva a színházterem idén májusban, akkor is vártuk már a közönséget, és nagyon sokan el is jöttek. És hát mondhatjuk, hogy majd az összes előadásunk teltházzal valósult meg akkor. Azóta is használták, illetve ahogyan el lett mondva a színház átadón, akkor ránk lett bízva ez az intézmény, illetve ennek ez a szárnya, amelyet felújítottak, és elhangzott, hogy most már csak annyi a dolgunk, hogy megtöltsük tartalommal. Most nyilván nehéz munkát végeztek azok a szakemberek is, akik megalkották ezt a termet, hiszen láthatták a kedves nézők, illetve nagyon sokan balmazújvárosiak, hogy itt nem maradt más, csak a négy fal. És ugye akkor még nem hittünk mi sem a csodákban, hogy ebből mikor lesz valami, hiszen nem láttunk a falak mögé, illetve a burkolat mögé, hogy ott mi vár ránk. Úgyhogy most már semmi akadálya nem lesz annak, hogy a színházi előadásokat elindítsuk. A 70-es évek után, itt a 2000-es évek elején újra bérletben. Hiszen akik a 70-es években Balmazújvároson éltek, én még akkor nem, ők tudhatják, hogy itt volt egy Túlóci György nevű igazgató úr, aki olyan színházi előadásokat hozott ide Balmazújvárosra, amelyek még Debrecenben is akkor is ritkaság számba mentek. Most hát valami ilyesmit szeretnénk most ismét újjáéleszteni Balmazújvároson, ahogy említette, Főnix módjára. Mit tud a mi színházunk? Mire jó a mi színházunk? A bemutatón, tehát az átadáskor elég sok műfajt láttunk. Ugye láttunk egy fénytechnikai bemutatót, táncosokat láttunk, igazol csak szóló táncot, a Backtont hallgattuk, és ugye azóta volt itt egy-két olyan rendezvény, amikor kiderült, hogy a kicsik azok szépen tudnak táncolni rajta. Mire jó a mi színházunk? A padlózat is megújult, mert eléggé a zajjuk be. A táncosok nem igen szerették. Hát, ahogy mondta, a színházavatón nagyon sok műfaj megmutatkozott a színpadon. Ez ugye azt jelenti, hogy nagyon sok műfajnak jó ez a színpad, illetve a színházterem, illetve a nézőtér. És én úgy gondolom, hogy most jelenleg ez a színházterem mindent tud, amit egy színházteremnek tudnia kell. Úgy technikailag, mint látványban. De most bérlet vár ránk, bérleti lehetőségek vannak, ki tudja hány év volt először. Miket fogunk kapni? Nem mindegy. Hát amikor indul egy ilyen teljesen új kezdeményezés, mert végül is oké, rendben van, a hagyományok azok nagyon fontosak, de ez csak egy új színház.
Hát ez a bizonyos antré, a kezdete, ahogy elindítunk valamit, az nagyon fontos. Gondolom kellő körültekintéssel jártak el. Természetesen. Megpróbáltuk úgy elindítani ezt a sorozatot, hogy a legnagyobbat merítsünk, mondjuk így a magyarországi társulatoknak a köréből, illetve ez nyilván a műfaj tekintetében, illetve a szereplők tekintetében. Ez vagy sikerült, vagy nem, igazából el fogják majd dönteni, akik eljönnek ide hozzánk, hogy jó sikerült-e vagy sem. Sajnos ugye nem lehet teljes ez az újjáéledés, hiszen ez akkor lenne igazán újjáéledés, hogyha a megújult színházteremmel együtt alakult volna egy Balmazújvároson is egy színjátszó társulat. Mint ahogyan ez a kezdetekkor is volt, és ők is be tudnának mutatkozni. Sajnos ez még most nem indulhatott el, de az első erőfeszítéseket már megtettük. Elsősorban az előadások vígjáték, illetve operett az, amivel készültünk, és már most e hónap 21-én jön az első társulat. Ők a Fogi Színház társulata, és az Elvámolt Nász Éjszakát fogják előadni Straub Dezső rendezésében. Már a címe is jó, Straub Dezső, meg azért sokat nem garancia arra, hogy jól fog szórakozni. Hát így van, illetve maga a társulat is. Nos, sajnos most még fejből nem tudom elmondani, hogy kik a szereplők. Nagyon-nagyon sokan vannak, ezért nem tudom. De akiket igazából kiemelnék itt az első előadásban, és talán nagyon sokan ismerik is őket, Oszter Alexandra, Gergely Róbert, ők a lányok Benkóczi meg a nőknek Zoltán. a kedvence, szóval Persze, őket nem kell bemutatni igen. senkinek. Így van, őket nagyon-nagyon sokan ismerik, és ez a társulat már több évtizede játszik együtt, úgyhogy igazából ez is egy garanciát jelenthet. A Royal Shakespeare Company sajnos lemondta a felkérés, úgyhogy ők nem tudnak ide érkezni hozzánk. Ugyanakkor viszont lesznek más műfajok. Az operettet nagyon sokan kedvelik. Így van, az operettet nagyon sokan kedvelik, és mondjuk így, hogy a lengyel Menyhért Balmazújás szülötte, megalkotta a Tájfun című nagyszínpadi művét és drámáját, és ugye azt játszották a világ színpadain a legtöbbször. Nos, ezzel vetekszik az az előadás is, amely ide fog hozzánk jönni, ez pedig a Csárdás királynő. Hát ez azért sok a generációk meghatározó élménye, sokatnak ugye még az idősebb korosztálynak Honti Hanna a Csárdás királynő. Nekünk ki lesz? Nekünk Fisl Mónika lesz a Csárdás királynőnk. Ők a Turaida társulatnak, illetve a Szemiramis társulatának a művészei, és őket fogja kiegészíteni ebben a darabban az Operett Színház fiatal tánckora. Hát ez egy parádés összeállítás, nem igen lehet ebbe belekötni. Szinte minden ízlés világnak ad valamit. Talán még a dráma, ami hiányzik. A dráma hiányzik, ez így van. Sajnálatos módon hiányzik, hiszen volt egy Kakukkfészek című előadásunk, amelyet beszélhetünk volna venni a béletbe, de Bújtor István sajnálatos halála miatt nem tudtuk, hiszen ő lett volna az egyik főszereplője ennek a darabnak. Milyen érzés igazgatóként? Milyen érzés fiatal igazgatóként egy teljesen fiatal színházban egy induló béles sorozatnak a gazdája lenni? Hát igazából, mivel még ilyet nem csináltam, ezért ez egy nagyon új dolog. Megmérettetés vagy sem, nem tudom, hiszen most ez a munkám. Tehát ezt kell csináljam, és ezt kell jól csináljam. Nem tudom meghatározni most ezt az érzést, hogy milyen, hiszen nagyon-nagyon sok egyébre is kell figyeljünk. Tehát a színházunkon túl van még egy oktatási intézményünk, illetve egy Veres Péter emlékházunk, amelynek az ügyeit ugyanúgy kell intézni, de hát nyilván ez egy nagyon fantasztikus örömet, hogy egyrészt a felújítás, hogy megújult így a színházterem, illetve hát az, hogy most rajtam áll, hogy ez tartalommal töltődjön meg, és nyilván főleg az, hogy milyennel. Tóth János ismerve előbb-utóbb valami táncos darabot is fogunk látni. Így van, lesz táncos darab is. A Nagyváradi Színházat várjuk, ahol köztudomásul, hogy ők a Nagyvárad Táncegyüttessel közösen dolgoznak, illetve olyan darabjaik vannak, amelyekben ők is nagyon fontos szerepeket kapnak.
Ez hogy béletben fog-e menni, ezt még most előre nem tudom megmondani, de velük is tárgyaltunk már arról, hogy ellátogatnak hozzánk a közeljövőben.